Kedves nézőink, ahogy az előző beszélgetés végén ígértem, dr. Rutkáné Molnár Mónika ismét a vendégem, a Monori Tankerületi Központ vezetője. Ismételten köszöntelek. Én is köszöntelek téged, illetve a Gemini TV nézőit. Kedves nézőink, a távoktatással, mint alapfogalommal ebben az évben voltunk kénytelenek megismerkedni. Sejtettétek ti ezt valamikor február vége környékén, hogy el fog jönni a járványhelyzet miatt, a veszélyhelyzet miatt az a pillanat, amikor a normál oktatást, a békebeli oktatást fel kell, hogy váltsa majd valamiféle más dolog? Azt gondolom, hogy aki figyelte a híreket, illetve napi szinten próbálta követni az eseményeket, ami akár nálunk, akár a környező országokban történtek, azok felmérték azt, hogy igen, itt előfordulhat, hogy nálunk is kijárási korlátozás, esetleg tilalom lesz, és ez mit jelent akkor az intézményeinkre nézve. Azt gondolom, hogy mielőtt még bejelentésre került volna azt, hogy március 16-ától átállunk a digitális munkarendre, mi már az intézményekkel szorosan tartottuk a kapcsolatot, és megkértük őket arra, hogy alakítsanak ki, ha nincsen, bár nagyon sok iskolában azt gondolom, hogy nyitott kapukat döngettünk, olyan kapcsolati hálót, amin keresztül el tudják érni a diákokat. Nem korlátoztuk, hogy ez milyen, lehetett a központilag alkalmazott krétarendszeren, de voltak olyan, hogy Facebook csoportok osztályokon belül, vagy pedig egyéb más módon. Az volt a lényeg, azt kértük, hogy minden diákot, hogyha erre sor kerül, akkor valamilyen módon el tudjanak érni, fel tudják vele venni a kapcsolatot. És ugyanezt kértem az intézményvezetőktől, hogy a kollégákkal kapcsolatban is ugyanez legyen meg, ez a riadólánc. Hány diákot érint ez az új rendszer a Monori Tankerületi Központ területén? Ez körülbelül 18 ezer diákot jelent nálunk. Mindenkinél adott volt egyébként, főleg a diákoknál, de azt gondolom a tanárok felől is lehetett akár igény arra, hogy nem volt otthon éppen olyan szinten működő laptop, vagy bármilyen egyéb eszköz, ami kellett, vagy kell ehhez a fajta oktatáshoz. Hogy tudtátok ezt megoldani? Ugye pénteken, március 13-án volt a bejelentés, mi már hétvégén az intézmény vezetőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, ők kaptak arra vonatkozóan jó tanácsokat, illetve mértük fel, hogy mi a helyzet digitális eszközökben, amivel tudták ugye hétfőtől elindítani ezt az újfajta munkarendre való átállást. Általában mindenki március 16-án még összehívta a kollégáit, értekezletet tartottak, felmérték azt, hogy akár tanulói szinten, akár kollégáknál mi a helyzet a digitális eszközökkel. Ahol nem voltak, ott az iskolai eszközöket adtuk oda, és lehetett használni. Hagy mondjam el, hogy azért nagyon sok segítséget, civil segítséget is kaptunk, akár eszközökben felajánlásban, illetve nagyon sok helyen például az is probléma volt, hogy még ha tudtunk volna is az iskolai eszközök adni, esetleg nem volt internet elérhetőség, nagyon sok helyen ebben is kaptunk segítséget. Úgyhogy így indult el a munka, és ezt folyamatosan az első héten még finomították a kollégák, tehát még akiről kiderült, hogy kellene, ott még adtak az iskolai eszközparkból. Ugye ebben a helyzetben nagyon sok munkahelyen azzal kellett szembesülni, hogy vagy levették a munkaidőt 4 órára, vagy akár fizetés nélküli szabadságra kellett menni, vagy éppen valaki elveszítette a munkahelyét. A pedagógusok mennyire vannak biztonságban? Gondolok itt mondjuk a napközis tanítónénikre, akiknek ugye a feladata alapvetően a délutáni foglalkozás a gyerekekkel, vagy egy pedagógiai asszisztens. Az volt az általános elv, hogy mindenkit próbáljunk megtartani a rendszerben. Az is, aki megbízási szerződéssel, óraadóként dolgozott nálunk, illetve akik olyan feladatot láttak el, mint például a pedagógiai asszisztens, hogy tudjuk bevonni a rendszerben. Mindenkinek ezt az intézményvezetők mérték fel, és próbáltak feladatokat adni. Nagyon sok helyen pont ezek az emberek tudtak besegíteni azoknak az idősebb kollégáknak, akiknek esetleg nem volt olyan jártasságuk ebben a digitális világban. Ott például párok alakultak ki, a tanári párok alakultak ki, akik egymást segítik. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom,
hogy most a pedagógusoknál a munkahely megtartás az azért most jónak mondható. És nagyon jó párok alakultak ki, tudják egymást segíteni, be tudnak a pedagógiai asszisztensek is a feladatok ellenőrzésében, továbbvitelében. Azért azt hagyd mondjam meg, hogy van azért egy pár olyan diák is, akiknél ugye nincs otthon internet, vagy nem igényelték a digitális eszközt, ők papíralapon kérték, ott is például be tudnak segíteni ezek a kollégák. Hát ez nagyon szuper. Megmondom őszintén, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jól össze lehet hozni ezeket a dolgokat. Én magam is egy picit megijedtem, bár már gyerekeim nagyok, úgyhogy nem vagyok aktuális ebben a kérdésben. Magát az oktatást azt hogy oldottátok meg? Ugye szeptember elején minden kis diák, nagy diák megkapja maga órarendjét. Tudtátok ezt tartani, vagy ezt iskolánként egyénileg lehetett beosztani, hogy ki mikor adja a feladatokat, hogy kéri vissza, mennyi időt ad rá? Én azt gondolom, hogy ez annyira hirtelen jött, és hirtelen kellett egy nagy szakadékot átugrani, úgyhogy azt gondolom, hogy ki milyen módszert választ arra, hogy átugorja ezt nem szerettük volna beszabályozni. Ezért azt mondtuk, hogy mindenki, amiben otthon érzi magát, legyen az Teams, vagy Google Classroom, vagy Zoom, bármelyiket, amelyiket szeretné használni, ezt rábízzuk, csak működjön. Azt hagyd mondjam el, hogy amikor március 13-án, 4:10-kor megtörtént a bejelentés, akkor már a kolléganőm, Kollár Judit kolléganőm, aki a digitális oktatásért a felelős a tankerületbe, felvetette ötletként, hogy mi is hozzunk létre egy Facebook csoportot, amit meg is tettünk. Ez a Monori TK digitális oktatás. Már aznap éjjel 300 pedagógus jelentkezett be erre a csoportra, azóta több mint 900-an vannak a körülbelül 2000-es pedagógus létszámból, és ezen az oldalon osztották meg egymással a kollégák azokat a jó dolgokat, amikkel találkoztak, vagy ők találták ki, és utána adták tovább. Az első heti kicsit esetleg lassabb, vagy nehézkesebb indítás után azt gondolom, hogy nagyon szépen vették a kollégák az akadályokat, nagyon jól működik a történet, mindenki azt használja, amiben a legjobbnak érzi magát. Nagyon sokan azt gondolom, hogy egy csomó mindent megtanultak, amire azt gondolták, hogy lehet, hogy nem is képesek. Van, akinek kicsit lassabban megy, van, akinek gyorsabban, de azt gondolom, hogy a hozzáállás mindenki részéről maximális. Tényleg nagyon igyekszik, nagyon sok új dolgot tanul meg. Én magam is megtanultam olyan dolgokat, amit eddig nem tudtam, például a telefonon keresztül szkennelés és egyebek. Tehát azt gondolom, hogy ebből csak most nekünk hasznunk lesz, vagy profitálunk. Hogy lehet számon kérni a gyerekeket? Nagyon sokan nem fognak most engem szeretni, vagy kedvelni, akik minket figyelnek. Diákok ugye az iskolában teljesen egyszerű volt, lehetett írásban dolgozatokat iratni, nem tudom én, meg föl lehetett ütni jól a naplót, és azt mondani, hogy kérem szépen, most akkor a kis Pista, légy szíves a táblához, és old meg az egyenletet. Most ez hogy működik? Ennek is több formája van, azt gondolom, hogy ezt is rábíztuk a kollégákra, azt gondolom, hogy leginkább ők ismerik azokat a gyerekeket, akikkel együtt dolgoztak eddig szeptember óta, úgyhogy van olyan, amikor dolgozatot írnak, mennek a kérdések ugye egymás után, és akkor válaszolni kell, rögtön ki is tudja javítani ugye a kollega, illetve maga a rendszer kijavítja, ha tesztek, lehet szóban feleltetni ugye online módon, de van olyan, amikor a feladatokat megkapják, megcsinálják, és utána pedig visszaküldi a gyerek. Azért nagyon, nagyon kedves és aranyos dolgokat láttam, amiket megosztottak vele a kollégák. Megmondom, számomra az egyik kép ennek az egész digitális oktatásnak talán a számomra a szimbóluma, és nekem visszahozta a gyerekkoromat. Mindenki biztos emlékszik arra, amikor a konyhában ez a nagy konyhaasztal volt, aminek az aljára be lehetett tolni a nyújtódeszkát. Na most egy ilyen konyhaasztalnak az egyik felén ül a gyermek, körötte vannak a könyvek, látszik, hogy ott dolgozik a számítógépen, az asztalnak a másik felén meg látszik, hogy készül a rántott csirke.
Úgyhogy ez, azt gondolom, hogy a mi gyerekkorunkban így volt, amikor nem volt saját íróasztalunk és saját szobánk, úgyhogy most ez újra visszajött. Vagy például meséltem most az intézmény vezetői interjú során az egyik jelölt, hogy például az látszik a felvételen, hogy fölvették például egy művészeti iskolába a zongora játékot, és erre kellett ugye a gyereknek, már most nem emlékszem, hogy hegedűn vagy fuvolán ugye játszani. Látszik, hogy apuka keze benyúl, indítja a számítógépen a zongora játékot, a gyerek áll ugye a fényképezőgép, vagy a telefon előtt, hogy vegye föl, majd egyszer csak egy plüssjáték elrepül hátulról, majd utána visszarepül. Valóban a kis testvérek csöndbe voltak, csak hát játszottak. Aztán láttunk olyat is, amikor például mondjuk az énektanár azt kérte, hogy valamit föl kell énekelni, láttam olyan videókat, hogy a nagypapa gitározik, a gyerekek ottan éneklik a házi feladatot, vagy pedig amíg a nagyobbik gyerek énekel, a kisebbik mellette táncol. Ez igazi összefogás van, kérem Igen. szépen, teljesen jól működik ez a digitális oktatás. Teljesen jól működik. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen az iskola, ha nem is a Spice-ba, de a nappaliba beköltözött. Tehát tényleg most együtt élnek. Van olyan kollega, aki tényleg berendezte a nappaliát, van benne tábla, amin ír, ott van az ő saját stúdiója, mesélik azt is, hogy nagyon sokan, ha nem is online tartanak órát, de folyamatosan tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, még este 8 órakor is beszélgetnek a Skype-on vagy egyéb fórumokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez remekül működik most így. Nem tudom, hogy készült-e nálatok felmérés tankerületi szinten, hogy hány olyan pedagógus kollégátok van, akinek kisgyermekei szintén otthon vannak, és meg kellene valahogy oldani azt, hogy ő oktasson, ugyanakkor a gyerekeknek is tudjon segíteni, mert hát mondjuk egy másodikos gyerektől én nem nagyon várnám el, hogy mondjuk akár a krétarendszerbe, vagy bárhova önállóan belépjen. Tudtok ott könnyíteni, vagy ott is rábíztátok teljesen egy-egybe az iskolára, a pedagógusra, hogy hogy oldja meg, hogy osztja be a saját idejét? Szerintem meglepődtünk mi is, meg a kollégák is abban, hogy a gyerekek mennyire ügyesek. Tehát te azt mondtad, hogy nem biztos, hogy a másodikos gyerek, de azt gondolom, hogy ők tényleg nagyon ügyesek, és egyre ügyesebbek, tehát nagyon sok mindent meg tudnak oldani, de egyébként rábíztuk a kollégákra. Tehát most azért nagyon sokan szembesülnek avval, hogy két oldalról látják, egyfelől ő, mint pedagógus, másfelől, mint szülő, hogy mi történik. De azt gondolom, hogy igyekeznek, és tényleg nagyon jól megoldani ezeket a helyzeteket a kollégák. Ha már ilyen plüssmackós átdobás egyik oldalról, másik oldalról bejött, akkor azért hadd mondjam el, mert dicsekedni szeretnék neked is, meg hát a kedves nézőknek is. Cili néni készített nekem a pörög fel kapcsán egy statisztikát. Azt el lehet mondani, hogy nagyon szépen felfutó ágban van ez a plusz jegyszerzési lehetőség. Az ötödik adásnak még azért várjuk a végeredményét, de engem nagyon érdekelt az, hogy vajon egy ilyen szorgalmi feladatnak a gyerekek örülhetnek-e. És képzeld el, hogy a számok azt mutatják, hogy igen. Olyannyira, hogy ezt is hallottam, hogy van olyan gyerek, aki negyed hétkor már ott ült a számítógép előtt, és amikor az anyukája megkérdezte, hogy mit csinálsz, akkor mondta, hogy én már alig várom, hogy a tanítónéni bejelentkezzen. Vagy az az első, hogy azonnal kapcsoljuk be, milyen üzenet jön. Na, én csak azt tudom mondani, hogy sokkal több pozitív visszajelzést kapnak a kollégák is, meg a kollégák is azt látják, hogy például nagyon sok olyan gyerek, aki esetleg nem tudott kibontakozni az iskába, vagy nem volt olyan szorgalmas, most például igyekszik megfelelni és küldeni. És sokszor az is a probléma, hogy a gyerekek tényleg várják ezeket a dolgokat, és öntik vissza, úgyhogy a kollégáknak kicsit néha nehéz, hogy ezt a rengeteg e-mailt elolvasni, vagy üzenetet, igen, vagy kijavítani. Úgyhogy de tartják a frontot. Percig nem irigylem egyik pedagógus sem, félreértések elkerülése vége, de a gyerekeknek csak azt tudom mondani, hogy pörögjetek fel, és hadd jöjjenek vissza, mert abból bizony ötöskék születhetnek. És azt is tudom, hogy az e-naplóba már azért jó néhány be is került, úgyhogy hajrá, hajrá, hajrá. A tanévzárás. Érdekes utolsó két hónapotok van. Így van. Kellenek a jegyek, ezt azért tudjuk, mert másképp ugyan mondjuk már meg, hogy mi alapján lehet egy
osztályzatot megadni évvégén. Hogy látod most a hamarosan következő tanévzárásotokat? Én azt gondolom, hogy azért majd 8 hónapig azért rendes mederben folyt. Én azt gondolom, hogy nem az utolsó 2 hónapban adjuk a gyerekeknek a jegyeket, és nem abból tudjuk lezárni, tehát már van azért ennek egy előzménye. Ezeket a jegyeket lehet azt gondolom, hogy árnyalni igazából, tehát amit most ebbe a 2 hónapba tudnak szerezni, ebből azt gondolom, hogy eddig is volt nekik épp elég jegyük, ezt most a időarányosan megkapják a következő jegyeiket is, és ebből a kollégák le fogják tudni őket zárni. Ugye a gimiseknél, a középiskolásoknál május 2-a környékén azért mindenhol megtartódott volna a ballagás, azt már biztosan tudjuk, hogy az nem. De az általános iskolásoknak van esélye azon, hogy ezen a szép ünnepen a végzőseik azért ott lehessenek, vagy erre sincsen per pillanat esély. Hogy látod most? Én azt gondolom, hogy balgaság lenne az én részemről bármilyen jóslatba bocsájtkozni. Ha ne adj Isten úgy alakul a helyzet, akkor azt gondolom, hogy az iskolák meg fogják tudni oldani, és meg fogják rendezni a ballagásokat. A középiskolai ballagások biztos, hogy elmaradnak, de azt tudom, hogy mindegyik intézmény készül, hogy el tudjon búcsúzni a végzőseitől. Reméljük, hogy az általános iskolában nem így lesz, de ha így lesz, akkor én azt gondolom, hogy utána, amikor ez a helyzet normalizálódik, akkor meg lehet tartani akkor is a ballagást, mondjuk augusztus végén, vagy szeptember elején, akkor is lehet találkozni, akkor is lehet nevet adni annak az eseménynek. Jön a nyári szünet utána, bár tudom, hogy nem nagyon szeretünk távlati dolgokról beszélni, de én azt feltételezem, akár mint volt diáknak a szülője is, hogy azért ezt az időszakot jól át kell beszélni majd a nyári szünetben sok-sok értekezleten, és jól le kell vonni a konzekvenciákat ahhoz, hogyha bekövetkezik a későbbiek folyamán bármilyen hasonló veszélyhelyzet, akkor már gyakorlatilag kisújból tudjon menni. Jól gondolom? Igen, ez valószínűleg úgy van, hogy amikor először találkozunk valamilyen újfajta helyzettel, akkor ahhoz megpróbálunk maximálisan alkalmazkodni, a körülményeket figyelembe véve a legjobb döntést hozni. De ezek azért mindig utólag igazolódnak be, hogy jók voltak, vagy nem voltak. Tehát teljesen egyetértek abban, hogy ebből le kell vonni a konzekvenciákat. Én azt gondolom, hogy már az egy nagy nyereség, hogy átálltunk a digitális munkarendre, és egy csomó dolgot megtanulunk ebből, illetve hasznosítunk. Valószínűleg ezek utána nem fognak elhalni, hanem be lehet majd építeni akkor is, hogyha normál rendben folyik az oktatás. Van esetleg valami olyan gondolat még benned, amit mindenféleképpen szeretnél elmondani ezzel a témával kapcsolatban szülők felé, pedagógus kollégák felé? Azt gondolom, hogy azt nagyon sok pedagógus kollégát, intézményvezetőt meglepett, hogy mennyi pozitív visszajelzést kaptak ebben a rendkívüli helyzetben a szülők részéről. És azt gondolom, hogy mindenkit meglepett az az érzés, hogy mennyire tudnak egymásnak hiányozni a diákok is egymásnak, a kollégák is egymásnak, de egymásnak hiányoznak a diákok és a tanárok is. Tehát nagyon kedves, aranyos kiírások vannak az iskola ablakaiban, hogy hiányoztok, folyamatosan jeleznek vissza a diákok is, tehát olyan videókat készítenek, olyan kedves locsoló verseket vettek fel, és virtuálisan öntözték meg a tanáraikat, ami azt gondolom, hogy szívmelengető. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és én egyetlen egy dolgot kívánok magunknak, hogy valamikor augusztus végén üljünk ugyanígy itt a stúdióban, és beszélgessünk arról, hogy szeptember 1-én hogy kezdődik a 2020-2021-es tanév. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és én is erre vágyom, hogy erről beszélgessünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a digitális távoktatásról beszélgetünk dr. Rutáné Molnár Mónikával. Remélem, hogy mindannyiuk kérdésére sikerült választ kapni. További szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!